A Spin-off klub csapata ezen a nyáron sem tart pihenőt. Mielőtt kiköltöznének a Sziget Fesztivál civil falujába, még tartottak egy nyáresti beszélgetést a Dunaparti megálló vállalkozójával, Tihi Róberttel és feleségével. A Dunaparti bringások kedvenc helye strand hangulatot áraszt, de fürödni itt nem lehet. Van folyó, de a csepeli panoráma nem szívderítő, alapvetően minden központi helytől távol esik, mégis sikeres. Közösségi helyé tudott válni a Dunaparti az elmúlt évek alatt? Én úgy érzem, hogy igen. Idén is nagyon sokszor láttam azt, főleg esténként, ha ilyen zenés, valamilyen kis megmozdulásunk van, mondjuk egy nagyon jó gitárzene, és hogy nem az asztalnál ülnek az emberek, és nem feszélyezettek, hanem ülnek és nézik a folyót, ülnek a nyugágyakba, és egyszerűen csak jól érzik magukat, mert állítólag jó itt lenni. Hogy miként tud egy vállalkozó ilyen helyszíni adottságok, hátrányok ellenére sikeres lenni, erről kérdezte a vállalkozót Kerékgyártó Gábor képviselő, a Spin-off Klub egyik alapítója. Igazából ez egy organikus, szerves, alulról építkező történet ez a klub. Itt pont az a lényeg, hogy minden résztvevő egyenrangúként, hogyha ötlete van, akkor azt be tudja dobni a közösbe, és ha átmegy egy szűrőn, akkor utána meg is valósul a projekt, és például a mai is így történt, hogy egy külső kezdeményezés volt, Farkas Krisztina, Albert Falvi képviselő vetette fel az ötletet, hogy hát van itt Újbudán egy ilyen remek nyári témához kapcsolódó vállalkozás, nem beszélgetnénk-e vele, és hát ráharaptunk az ötletre, hiszen abszolút adta magát, hogy nyár van, lángos, sör, Dunapart, Újbuda, hát akkor miért ne? Hogyan került ide ez a két csodálatos londoni busz? Ez egy teljesen véletlen. Egy pici faházzal indultunk itt 11 évvel ezelőtt, néhány székkel, esténként fáklyából világított itt a, vagy fáklya világított, és magunknak csináltuk tulajdonképpen. Akkor itt laktunk Budafokon, egy pici kis házikóba, és kerestünk a kutyáknak, a kutyáinknak, meg magunknak valami kis nyugalmat. És ezt itt meg tudtuk magunknak alkotni, meg a barátainknak. Aztán sokan lettek, sok barátunk lett, sokan szerettek hozzánk járni. És a buszok, amikor kinőttük már magunkat ezzel a pici házzal, akkor egy teljesen véletlen folytán rábukkantam egy ilyen buszra, és akkor innen indult a mi buszos karrierünk. Ősszel maga a rendes előadássorozat folytatódik, de valószínűleg lesznek még ilyen rendhagyók, mert én úgy érzem, hogy sikeres volt a közönség, nagyon élvezte, a vállalkozók is jól érezték magukat, elmesélték a történetüket, tehát szerintem ez egy érték, és ezt érdemes folytatni. A Dunaparti megállóról és persze a Spin-off klubról még többet megtudhatnak a helyi érték műsorunk első augusztusi számából.